Hogyan lehet 6ix9ine még mindig életben 2024-ben? 6ix9ine balhéjtól sokszor volt hangos az internet. Úgy tűnt, a srác nem fél kockára tenni az életét, és bárkinek beszól, következmények nélkül. Még azt is megúszta, hogy patkány módjára kitálalt mindent a bandája bűneiről a rendőrségnek. Ennél sokkal kevesebbért meggyilkolták néhány éve például XXXTentacion-t és Pop Smoke-ot is. Persze volt, hogy beverték 6ix9ine képét is, de ő mégis felállt, és marketinget csinált még a verésből is. Szóval felmerül a kérdés, hogy mégis hogyan lehet még mindig életben 6ix9ine? Erre keressük a választ a mai videóban. 2020 környékén sokan úgy gondolták, hogy 6ix9ine-nak már nincs sok hátra, és csak idő kérdése, hogy valaki levadássza. 2024-ben viszont azt láthatjuk, hogy 6ix9ine turnézik a világ körül, még mindig tömegeket mozgat meg, új dalokat dobál ki, és köszöni szépen, nagyon jól van. Bár a körülötte lévő hype jelentősen csökkent, de mégsem tűnt el a süllyesztőben. 2020 közepén, amikor 6ix9ine-t kiengedték a börtönből, egy ideig csendben volt. Sokan éppen ezért úgy is gondolhatták, hogy soha többé nem mutatkozik majd nyilvánosan, miután a 9 Ray banda ellen vallott a bíróságon. Nagy meglepetésre azonban ledobta a Guba című tracket, és bebizonyította, hogy ő nem megy sehová. Még abból is gúnyt csinált, hogy patkánnyá vált. Az eredmény az lett, hogy a Guba nézettségi rekordot döntött. Ez volt az egy nap alatt legtöbbször megtekintett hip-hop videó a YouTube-on. Meek Mill és még sokan mások csak nevettek 6ix9ine-on, és azon, hogy még mindig játssza a gangstert. És valóban, ha spiclivé válsz, az a rap szakmában könnyen tönkrevághatja az egész karrieredet. De 6ix9ine esetében ez nem így történt. A rajongók között sokan voltak, akik teljesen egyetértettek 6ix9ine döntésével, és azzal, hogy nem maradt hű a 9 Ray bandához. A 6ix9ine Meek Mill balhé azonban tovább gyűrűzött, és egészen addig fajult, hogy 6ix9ine egy Insta Live-ban tálalt ki Meekről, hogy egy drogelhárításnál dolgozó ügynöknek segített lekapcsolni kokainkereskedőket. És még 6ix9ine nevezte patkánynak. De nem csak Meek Mill renoméját rongálta meg, hanem azt is bátran állította, hogy még Snoop Dogg is a zsarukkal dolgozott együtt a 90-es években. Ezzel 6ix9ine saját elmondása szerint csak azt szerette volna bebizonyítani, hogy a média manipulálja az embereket azzal kapcsolatban, hogy kiúszhatja meg, hogy patkánynak bélyegezzék, és ki nem. 6ix9ine-t azonban nem csak azért utálják sokan, mert patkánykodott a bíróságon, hanem azért is, mert nemes egyszerűséggel idegesítő az image. Folyamatosan hasonlítgatja magát másokhoz, a közösségi médiában és a dalszövegekben is egyaránt, és folyton azt fejtegeti, hogy ő mit csinál jobban, mint mondjuk X, hogyan él jobb életet, mint Y, és ez a harsány image egy idő után nagyon fárasztó tud lenni, a rappereknek meg kinyílik a bicska a zsebében, hogyha ezt a stílust meghallják tőle. De visszatérve 6ix9ine nagy visszatérésére, a Nicki Minaj-zsal közös Trolls is óriási sikert aratott, és a Billboard 100-as listájának első helyét is bevette. Eközben megállás nélkül promózta a visszatérő albumát, vagyis a Tattle Tales-t. Veszélyes környékeken fotózkodott, de azért a háttérben látszódott mindig, hogy 3-4 biztonsági őr ott van mellette. Persze tegyük hozzá, hogy nyilván hülye is lenne biztonsági őrök nélkül kitenni a lábát otthonról, pont az eddig taglaltak miatt. A Tattle Tales végül 2020 szeptemberében jelent meg, és meglepő módon nem hozta a várt sikert. Azt gondolták, hogy az első héten 150 ezer mehet el belőle, azonban csak 50 ezer példányt adtak el. Lil Durk és Trippie Redd nyilvánosan röhögték ki 6ix9ine-t. Itt hozzá kell tenni azt is, hogy 6ix9ine lényegében sohasem támogatta a zeneipar, és ezt persze mindig ki is emeli vastagon az Insta posztjaiban. Ezért hát kénytelen gerilla marketinget alkalmazni, és különböző botrányokkal vagy undorító cselekedetekkel felhypolni az aktuális trackjét vagy a lemezét. És ez a YouTube-ra feltöltött ingyenesen megtekinthető klippek esetében még úgy, ahogy működik is, de az album eladásokon már alig ha segít. 2021-ben aztán tovább folytatódott a beefje Meek Mill-lel. Ekkor személyesen az utcán támadta be a rappert a biztonsági őreivel. Az esetről készült felvételeket 6ix9ine később a Zaza klipjében fel is használta. Ezután történt az az eset, hogy 6ix9ine a nemrég elhunyt rapperből King Von-ból űzött gúnyt. A holttestéről készült képet elküldte a testvérének, ami egy undorító húzás volt, és még 6ix9ine rajongóit is sokkolt ez a toxikus és gonosz viselkedés.
de még ezt is megúszta különösebb balhé nélkül. Az viszont látszott, hogy 6ix9ine kétségbe esetten keresi a figyelmet. 2022-ben aztán ismét eltűnt egy időre, leginkább a jótékonysági akcióiról posztolt, mert a sok trollkodás mellett azért azt is meg kell említeni, hogy 6ix9ine azért néha szokott jótékonykodni is, és pénzt osztani a rászorulóknak. Viszont néhány jótékonysági akcióval, bármennyire is nagy lelkű legyen az, sajnos nem teszi jóvá azt, hogy halott emberekből űz gúnyt szinte rendszeresen. De felmerül a kérdés, hogy mégis miért csinálja ezt 6ix9ine egyáltalán? Ennyire nincs meg benne az erkölcsi iránytű? Vagy tényleg születésétől fogva velejéig romlott lenne? És élvezi, hogy gonoszkodhat, meg trollkodhat? Nos, én nem gondolnám azt, hogy ő kifejezetten gonosz lenne, ez az egész egy image. És valószínűleg azért csinálja ezt, mert hogyha meghalna, akkor szinte biztosan vele is ugyanezt csinálnák. Szóval mondhatjuk úgy, hogy valahol ez egy bizarr védekezési mechanizmus nála. Ha 6ix9ine-t holnap lelőnék, az valószínűleg senkit sem lepne meg. Biztos, hogy sokan lennének, akik még nevetnének is, vagy örülnének neki. Már csak azért is, mert már nagyon sok ember beszállt bele az évek alatt 6ix9ine. Túl messzire ment. 21 Savage úgy nyilatkozott 6ix9ine-ről, hogy szerinte azért nem ölték még meg, mert egyszerűen nem veszik komolyan. Ha meglátok egy patkányt az úton, hagyom, hadd menjen tovább. Ő az egyik irányba megy, én meg a másik irányba, nyilatkozta Savage, és valahol talán igaza lehet. Azok az emberek, akik bífeltek vele, nem feltétlenül akarják a halálát. Persze ugyanez a Nine Tray bandáról már nem mondható el, de ha 6ix9ine például Romániában koncertezik, a világ másik felén, akkor nyilvánvaló, hogy biztonságban van. Ezért is vált előnyére, hogy egy komoly európai rajongói bázist épített ki magának. Sőt, nem csak európait, hanem spanyolt és dél-amerikait is, mivel ebbe az irányba is terjeszkedik zeneileg. Ezzel is még távolabb lehet azoktól az emberektől, akik holtan akarják látni őt. Szóval valószínűleg ezért lehet az, hogy 6ix9ine még mindig él 2024-ben. Meg persze annak is, hogy a biztonsági személyzete valószínűleg piszok profi emberekből áll, szóval ők is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy 6ix9ine még mindig köztünk lehet. Végezetül azért kíváncsi lennék arra is, hogy ti mit gondoltok? Miért úszta meg eddig 6ix9ine? Hogy nem lőtték még le? Fejtsétek ki a véleményeteket a kommentek között. Én köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam, és tudjátok jól. Sziasztok! Nem az a srác a gót, hidd el, ha meg nem hiszed, akkor szívod fel. Videókat baszod a YouTube-ra, meg a TikTok-ra, de sosem áll a haver a sorba, ja, ja, ja. Nem az a srác a gót.